Rengeteg virág és mécses díszíti a sírokat a temetőben, ebből is látszik, hogy közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja. Ezekben a napokban mindenki elhunyt hozzátartozóira emlékszik egy-egy koszorúval, virággal vagy gyertyával. A legtöbb látogatóra ezekben a napokban számítanak. A dombovári temetők nyitvatartása is megváltozik, november 1-ig reggel 8-tól este 8-ig van nyitva, ilyenkor a forgalmi rend is megváltozik. Parkolási lehetőség itt a Hetényi útnál lesz, és megnyitjuk a hátsó kertvárosi tartalékterületet, oda is parkolhatnak az autók, azt a területet azt meg is fogjuk most világítani, és rendőrök és polgárőrök segítik majd a látogatókat a forgalom irányításban. Mivel rengeteg embert várnak, arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek oda értékeikre, illetve próbálják megelőzni a baleseteket. Hát a temető látogatóknak felhívnánk a figyelmét arra, hogy az értékeikre fokozottan vigyázzanak, tehát táskát, pénztárcát az autóban ne hagyjanak semmiképpen. Továbbá nagyon vigyázzanak, akik kisgyermekkel vannak, nehogy elessenek a sírok között, hiszen a sírok között azért elég kicsi a hely, sokszor magasabb a perem, erre nagyon kell ügyelni, és még arra ügyeljenek, hogy amikor gyertyát vagy mécses gyújtanak, akkor ne tegyék esetleg szárított koszoruk alá, hogy a tűzveszély az ne legyen. Ilyenkor a virágboltok is felkészülnek a nagy rohamra, a kínálat is megnő, színes, feliratos koszorúkból és rengetegféle mécsesből válogathatunk. Érdemes odafigyelni arra is, hogy milyen virágot választunk, hogy például ne hervadjon el egy nap alatt. A hosszabban elálló, tartósabb virág, az az élő virág szempontjából a szegfű, illetve a krizantin. Tartósítási szempontjából hűvösebb helyre kellene rakni. Ha kiviszik temetőbe, eleve ott megoldódik ez a szitu. Cserepes virágokat is ajánlunk ilyenkor, cserepes krizantinokat, illetve kinti növényeket, ami szezonális ilyenkor. A nagyon különleges összeállítások akár 4-5 ezer forintba is kerülhetnek, az egyszerűbbek pedig 1000 forinttól kezdődnek.